Sok szeretettel köszöntjük Irányi Tündét és Fárgyalatot. Emlékszel, hogy mi volt az első, amiben szinkronizálva, mik voltak az első benyomások? Bementél, ott áll, ja Istenem, nagy emberek, nagy nevek, nagy hangok, akiket addig mondjuk otthon hallgattál, hogy ki az a hang, és hogy ezek közé bekerülni? Jaj, hát rémisztő. rémisztő volt, hát még abban az időben ugyan mondjuk konkrétan szinkronizálni, mondjuk talán a Tolnai Klári volt, akivel itt találkoztam, mint szinkronizáló emberrel a nagy öregek közül. De hát egyáltalán akkor még ott volt ez az aula, tehát oda bemenni, és akkor tényleg ott ült a Tolnai Klári, a Mádi Szabó Gábor, a Sinkovics Imrétől kezdve. Nyilván alkat kérdése, és én mind a mai napig nagyon-nagyon tudom tisztelni a kollégákat. Még akkor is lehet az tőlem fiatalabb is, tehát hogyha valamiben azt érzem, hogy ő kiemelkedő, hogy ő nagyon jó, én tudom őt tisztelni. És hát akkor az egy egészen más dolog volt, és tényleg remegő kézzel, remegő lábbal ment be az ember, és hát reménykedett, hogy egyszer majd valaha esetleg egy mikrofon előtt vagy mellett állhat ezekkel a nagyokkal. Úgyhogy így, tehát nekem az maradt meg, hogy egyfelől egy csodálat, másfelől pedig egy hihetetlen nagy tisztelet és egy hihetetlen nagy izgalom, vagy tartás, vagy félelem, hogy ezeknek a nagy bölényeknek csak egyáltalán lábnyomába lépni. Úgyhogy tulajdonképpen ez a fajta törekvés, ez mind a mai napig kitart. Igyekszem színpadon is és szinkronban is lépegetni előre. Így nagyjából így tudnám megfogalmazni. Tündi, te hogy kerültél a szinkronba? Én pont az ellenkező, én rögtön főszerep. Tehát én nem jártam, de közben most meg nem is szinkronizálok, tessék. Nem, szinte egyáltalán dolgozom. De mi? Hát azt nem tudom. Nem tudom, de hogy voltak ezek a... Tehát, hogy én a Besenyeivel kezdtem, az Andor Peti rendezte a Hegedűs a háztetőn, a nagy klasszikus filmben, én voltam Hava. És hogyha nem jártam órára, nem, akkor hogy kerültél egy óra? Nézték a vizsgákat. Tehát ott mindig az volt, hogy nézték, és... Régen is a rendezőknek volt idejük. Tehát a főiskolára jártam. Elmentek megnézni. Vizsgákat nézni, igen. És akkor én rögtön mély vízbe kerültem, és... De hát ez úgy volt, és csodálatos volt, hogy... Tehát én nem tudtam, hogy semmit nem tudtam. És akkor az volt, hogy... Tünde, gyere! Akkor... Igen, ülj le, kényelmes, minden van, víz, jó, akkor levetítjük a Hegedűs a háztetőt. És akkor leültünk ott a Besenyei, ott ültek a színészek, és megnéztük a Hegedűs a háztetőt. Megköszönted fel a Katrán. Nem, és akkor utána mondták, hogy na, hogy ezt fogjuk majd szinkronizálni. Tehát akkor még ez volt. Tehát, hogy tudtad, hogy miről van szó. És abba figyel majd ezt a kis vörös lányt. És utána hihetetlenül segítettek, tehát mindent. Milyen és mindenre volt. Zárkózott. Nem tudok mást mondani. És mit szeretsz oda? Komolyt vagy, amikor hozzáadod ezt az egyén és összetapod hangolat? Hát, na, én drámaiakat csináltam nagyon sokáig, és aztán a Balú kapitány kaladjai. Az volt a talandjaival, igen, a Básti Julival, tehát az is ilyen nagy szereposztás volt, az volt az első, amikor ilyen rajzfilmes sorozatot. Balú kapitány. Kalandjai voltam a kis... És én voltam Móli, a kis 3 éves macka. És az hogy beszélt? Tudsz még mit beszélni? Biztos. Balú, ne csináld ezt! Egy felnőtt emberek azért teljesen normálisak néznek kis néven gyereket csinálni. Olyan jó nézni egyébként, hogy rendezőként volt szerencsém akár ilyen filmek, és így nézni az üvegen keresztül, ott áll a komoly művész,
És utána kimegy, és tényleg olyan ember. De erre szokták azt mondani, hogy szerencséd van, hogyha reggel érkezel, mert aki 10 körül érkezik, annak azt mondja, ezt a hangot már lenyúlta a nem tudom én kicsoda. És minél később érkezem, már nincs. És neked hogy indult be a tömeg után, vagy hogy mentél fölfelé, vagy mi volt az első, amire úgy emlékszem? Na, az első szerepe, amire azt mondtam. Hát az első szerep, amire úgy emlékszem, nagyon fontos szerep volt tulajdonképpen, meg nyilván valamennyire az, amikor ilyen egész estés filmek közelébe kerülsz, hát ez már maga a mámor, tehát ezek után a 2-3 mondatok után. Nekem az első meghatározó az a Fassbindernek a Félelem megeszi a lelket című filmjének a szinkronja volt. Tehát, hogyha kérdezik, hogy mi az a három, amit így nagyon fontosnak tartok a pályában, akkor ez biztos, hogy ott van. Egyáltalán nem láttam azóta, akkor láttam, tehát azt sem tudom, hogy sikerült, de egyáltalán az, hogy ez egy nagyon komoly, ez is ilyen megnézős, még az időszak volt, még pannoniás időszak, hogy végre először egy rendező bízik bennem annyira, hogy a férfi főszerepet rám bízza. Nyilván arab volt a csávó, aki szinkronizált, ezzel kezdődött, és hát utána volt egy korszak, amire csak ugye azt mondom, hogy nyilván sztereotíp, és nyilván ajaj, feka, és sokat beszél, ki legyen, és akkor legyen a Káli Dartó. Tehát, hogy volt egy időszak, hogy tudták, hogy elkezdem, és akkor úgy tudom így mondani hosszan és pörgő nyelven, és nem tudom én. Tehát volt egy ilyen időszak, tehát tulajdonképpen ez alapoztam meg az én úgymond karrieremet, ezek a nagy dumás feka csávók, a minden. És akkor így kellett hosszan beszélni. Ma már ennek annyira nem örülök, és ma már nem is hívnak ilyenekre, jellemzően nem ilyenekre hívnak, most már inkább egy ilyen komolyabb. Bementem egy című terembe, azt mondja, a mikroszinkronba. Ben volt a Vicián Otto, és bent volt az Artur, és a képen volt egy nagyon szőke, és egy nagyon fekete. Ne segítsen. Mi az, amire azt mondjátok, hogy önéletrajzba beírható, hogy mi az, amit nagyon szerettetek? Mi az, amire azt mondjátok, hogy na, az volt, most mondtál hármat. Amire azt mondod, hogy egy filmet ki kéne választani, hogy azt én csinálom. Mondjuk egyet ki kéne választani, na az amit beírnám. Rengeteg van. Nem. Nem. Ha egyet kell említeni, sajnos pont az a szerencsétlen helyzet történt ezzel a bizonyos filmen, amit fogok említeni, hogy annak két szinkronja készült, és a DVD változatot csináltam én, és aztán amikor leadták tévében, azt nem én csináltam, ez a Denzel Washingtonnak a Kiképzés című filmje, ha egyet kell említeni. Még akkor is, hogyha korban nem voltam, akkor még ott, még talán most sem, de akkor aztán végképp nem, de tehát színészileg akkor játszott ott a Denzel, hogy azt követni neked szinkronizáló színészként, az egy kiemelkedően nehéz és egy kiemelkedően jó feladat volt, és ha egyet kell választani, akkor azt választanám. Kik vannak, akik ti vagytok? Tehát azt mondod, hogyha most mondtad ezt a Washington, mondjuk valaki más szinkron, vagy akit más szinkronizál, és azt mondja, hogy nem te voltál, mert én szoktam menni, volt ilyen, hogy azt a becsárját, hogy most megyek is. Hát most, ha figyelj, hogyha most azt mondanám erre, hogy ahogyan már én ezzel nem foglalkozom, akkor nyilván hazudnék, mert színészek vagyunk, és hiú színészek vagyunk. Éppen tegnap, amikor voltunk színházban, néztük a Lír királyt a Radnótiban, és elmondtam a Tündének, hogy régen, amikor még voltak szerepálmaim, akkor nekem az egyik szerepálmam az Edmund volt, aki a csúnya, rossz, gonosz, most fattyú gyermek, a Grosternek a fattyú gyermeke, és ezt a Pál Andris játszotta kitűnően. És annyira jó érzés volt azt mondani, hogy remek volt benne, és nem az munkát, hogy basszus, ezt én mennyivel jobban megcsináltam volna. Visszatérve a szinkronra, nyilván egy-két színész kötődik hozzám. Álszerénység és mindenféle, nem tudom, hogy milyen szimpátia szerzés nélkül merem mondani, hogy ugye az egyik fix ember, akihez tulajdonképpen én kötődöm, az ugye a Will Smith. Azt tudni kell, hogy én azért kötődhetem a Will Smith-hez, mert
aki ott elkezdte annak idején szinkronizálni a Ezemetlen Sándor, aki nekem egy folyamtársa volt a főiskolán, ő szintén nincs már közöttünk, rendkívül tehetséges színész volt, és remekül szinkronizált, és ő szinkronizált a Will Smith-t, minek utána ő meghalt, utána úgymond örököltem én meg. Mind a mai napig azt mondom, hogy szerintem az volt a teli találat. Ez egy helyzet, ez én nem azért, mert ő akkor nagyon jól csinálta, sem szerénységből, sem más egyéb megfontolásból nem fogom azt mondani, hogy gyerekek, ne hülyéskedjetek, én hogy jövök én ahhoz. Elég sok filmjét csináltam már én, valakiknek már én vagyok, és már nem tudják mással elképzelni, tehát ez az egyik, aki így hozzám kötődik. Akit nagyon szeretek minden egyes alkalommal szinkronizálni, ez a Denzel Washington, de azon se én vagyok egyedül, tehát többen azt tudunk rajta. Általában leginkább hárman a Jacsa, Jakab Csaba, Galambos Péter és én. És akkor éppen attól függően, hogy melyik szinkron rendező rendezi, nagyjából azon múlik, hogy ki szinkronizálja. És aki még talán valamennyire hozzám nőtt, meglepő módon ő nem szőke és nem kékszemű, az a Jamie Foxx, akire szintén örömmel várok, mert egyre jobb filmeket készít, vagy egyre jobb szerepeket játszik. Bevallom őszintén, egyszer nagy dilemmában voltunk, és csináltuk a pont a Ray Charles filmet. Azt láttam. Azt én nem én csináltam. Tudom. De nem az láttam én, egyébként. Nem az, én rendeztem. De, ott de akkor még nem voltam, még akkor egyáltalán nem voltam. De már voltál szerintem. Voltam már, de még nem voltam. Voltál, és ott a Boros Zoli volt a hangja, amiért a nyekergős eredeti utánmérve is. Szerintem jó volt, de... Igen, láttam, jó volt. De én ezt abszolút is ismerem. Tehát volt egy másik film, amiben egy valamilyen vak... Vagy zenész? Zenészt játszott. Abba te volt? Nem. Abba is a Borozoli. Tudod miért volt? Abba is én azt is... Nem, azért azt is én rendeztem, és akkor azt mondom, hogy legalább magamhoz legyek konzekvens. Ja, értem. És abba is jó volt. De például most nem olyan régen... jó, hát mondjuk a Django az én szerintem... Ezt azt merem mondani, hogy szerintem elég jól sikerült, tehát hogy na mindegy. Szóval, hogy de például azt gondolom, hogy nagyon jól megtaláltam a Foxot a főtenős főnökökben. Szerintem elég jól elkaptam, és elég jól elkaptam a Spider-Man, vagy nem tudom mi volt ez, amiben ilyen elektrót, vagy mit játszott. Csodálatos Pókember 2-ben, tehát szerintem az is rendben van, és tökre elismerem, hogyha valami jó, és szerintem például a Boros Zoli ebben a Rachel's filmben tök jól hozta, és ezzel semmi probléma nincs, szíve joga minden rendezőnek, hogy azzal szinkronizáltassa, akivel akarja. Nem? De. Nem. Hát sajnos. Sajnos néha valamit csinálnak. Neked? Van-e ilyen? Mindig szinkronizáltad? Hát azt a színésznőt, azt sajnálom, hogy nem én szinkronizálom, aki... csináltuk együtt a Makrancos Katát. Nem fogjuk tudni megmondani, hogy hogy hívják a színésznőt. Kicsoda? Hogy? Shirley Anders. Nem tudom, azt tudom, hogy angol színésznő. És rendkívül jó színésznő. Nagyon valós, nagyon gyors. Így van, igen. Hogy? A így van, igen. Így van. Már vártam rád, hogy hát. Így van, igen. Azt is újra szinkronizálták egyébként, és azt is sajnálom, mert szerintem egy jó közös munkák volt, és nagyon ritkán van olyan, hogy mi így együtt dolgoztunk. Ez nagyon jó munka volt, és azt a bolondos színésznőt, azt többször szinkronizáltam én. Én elég rossz a névem, hogy nem tudom, hogy hívják, de akkor igen. És láttuk több filmet, és nem én csinálom. Nem engem hívnak erre, pedig eléggé bolond. És tudod, ki van még arra, hogy segítsek egy kicsit az N. Hatch, aki szinkronizáltál például a Végvári volt, ugye? Hat nap, hét éjszak, abban Végvári volt, még a Harrison Ford. Arra emlékszel? Abban is remek volt a tünde. Beszéljünk.
És hát van, tényleg van olyan, hogy azt mondod, hogy de jó lenne, hogyha ő csinálna. Nyilván ebben sok minden benne van, hogy miért nincs így. Nyilván Bocsánat, ezt tudod, mit sajnáltam, amit te rendeztél, és akkor olyan nehezek, akkor egy színésznek így beszorul, de nem sírom el magam, és nem mutatom. És akkor tudtam, hogy Piaf film. Én nem én voltam a Piaf, én a Piaf barátnője voltam. És pedig annyira nekem való lett volna, Fürancsa volt, hát isteni volt természetesen, de hát azt nekem kell. Hát amikor hogy azt érzed, hogy úgy nagyon smakkol, tehát hogy nagyon olyan, vagy úgy nagyon színpadon is eljátszanám, de hogy úgy... Kibásztam. De nagyon jó volt. És elég, mert a Piafnál még őrültebb volt a barátnője, azért azt mondtam rá. Viszont akkor szinkronizáljátok. Jó, ez, bocsánat, van-e kérdése bárkinek? Igen? Filmet vagy rajzfilmet? Nehezebb különbség, melyiket szeretettek jobban? Élőfilmet vagy rajzfilmet? Hát teljesen más. Én elég sokszor rajzfilmet is csináltam, például volt olyan, amit a gyerekeimnek le volt tiltva otthon, és így titokban kiderült, hogy néha megnézik, a borzasztó volt, botrányos. Billy és Mandy kalandjai a kaszással, vagy valamilyen. De amikor közben szinkronizáltuk, hogy folyt húzta a taknyát, mert az valami szörnyű. És én egy ilyen, én voltam maga Mandy, aki egy iszonyú, nem mondok csúnya szót, szóval egy nagyon, nagyon kis getva kis csaj. És... Még szerencsé, hogy nem mondták. Az nem csúnya, hogy getva. Nem. Ha azt mondom, hogy geci, akkor... De mondom, hogy a kicsik voltak, még a gyerekek is, és így ez elterjedt szóval a gyerekkörben, hogy fú, a Billy-t nézik, és le voltak tiltva otthon. De hát, és ez elég hosszú munka volt, azon rengeteget röhögtünk közben. Tehát azt mondom, hogy nem hiszem el, hogy nekem most ezt el kell mondanom, de igen. És, úgyhogy ez teljesen másfajta munka. A jó rajzfilmet csinálni, az élvezetes, meg sokat lehet nevetni. Hát igazából ezek sorozatok, tehát amikről beszélek, rajzfilm sorozatok, és akkor úgy tudod, tehát jobban ki tudsz találni egy személyiséget mögé, mint hogyha élő arcot követsz le. Tehát ott alázatosabb munka szerintem a film szinkron, mint a rajzfilm szinkron. Szerintem. Sokat többet lehet játszani a rajzfilmet. Hát az a klasszikus rajzfilm sztori megvan, hogy kis kecske, és akkor legyírta, és kiosztották a férfi a kecske. Mm-hmm. És 17 részen keresztül makogott, vagy nem tudom mennyi ideig. Majd a x-edik részben megszólalt végre a kecske, és azt mondta, hogy gyertek igácska, én megszoptatlak benne. És akkor kiderül, hogy az azért. Igen. Én nem csináltam nagyon sok rajzfilmet. Úgyhogy nem tudom. Azt tudom, hogy van egy-két, abban is van egy-két kedvencem, például nagyon büszke voltam az Egyiptom hercegére, egy nagyon komoly casting volt, és egy nagyon komoly zenei, itt volt az európai zenei rendező, és hát ott minden hang és minden betű nagyon fontos volt, hogy úgy hangozzon, és nem tudom, és végül is egy olyan dicséretet kaptunk a Vasgabiba, voltunk két ilyen főpap itt a Fáraó udvarában, hogy az egy elég jó sikerült munka, és amit nagyon szerettünk csinálni, de az a társaság miatt is nagyon jó volt, az még a Animánia, az HBO volt egy ilyen sorozat valamikor még a kőkorszakban. Somlai Edina, aki azóta már gazdag feleség, valaki Ausztráliában vagy hol, tehát ő egy jobb pályát választott magának azóta. És a Fekete Zoli, így voltunk hárman a főszereplők, és az abban lehetett lubickolni, mert nagyon, nagyon nagy szélsőségeket kellett benne megcsinálni, és rengeteg nóta volt benne, és ez mindig nagyon örömteli, akár így is, hogyha rajzfilmen színész énekel. Ezzel nem válaszoltam, nem tudom, tehát érdezett. Ja, azt akartam, hogy nem tudom. Van-e még kérdés? Igen? Mennyire lehet komolyan venni a munkát?
további szinkronizálás abban az esetben, hogyha mondjuk a szinkron színész nem ismeri az eredeti filmet végig. Mert ezt, hogy most én hallottam, hogy van olyan, hogy fogalma nincs, hogy miről szól a film. Hát ez sajnos manapság, ez nem, hogy van olyan, hanem ez manapság, ez most lehet, hogy egy világ omlik össze, de ez az esetek 90%-án. Annyi van, bemegy, azt mondja, hogy te leszel, mit tudom én, Alex, 10-es tekercs felvétel. Azt elmondta itt a Tomi az elején, hogy jó esetben a rendező az igényesebb, vagy ha azt mondja, hogy 5 percet tud arra szakítani ebben az iszonyatos hajtásban, hogy azt, hogy nagy vonalakban elmondja, hogy miről szól a film, de ez már réges-régen nincsen, hogy elejétől végig egyben megnézzük egy filmet is, és összefüggéseiben is, nem tudom én. Tehát sokkal-sokkal több múlik azon az 5-6 mondaton, amit a rendező mond, sokkal több múlik azon, hogy milyen empátiával rendelkező színész az, aki az adott filmet szinkronizálja. Hát nagyjából ilyeneken múlik. Hát szerintem például engem azért nem hívnak, mert hogy én... De tényleg, mert hogy kérdeztem. Kérdeztem, mondtam, hogy várjál, mert szerintem most ezt jobban meg tudom csinálni. És akkor rám néztek így a kollégák, hogy normális ez? Tehát, hogy nem. Tehát, hogy nincs. Egyszerűen felgyorsult a világ, és nincs idő arra, hogy igényes munkát végez. Illetve most tényleg tisztelet a kivételnek, de hogy... Igen, mert ebbe is annyira, tehát bele lehet... tehetséges embereknek, de hogy bele lehet ebbe a ritmusba menni, hogy egyszerűen én csak így csodálkozom, hogy azt tudja, miről van szó, és olyan tehetséggel hozza. Én szerintem lemaradtam. Tehát például, hogyha valakinek van rám egy pici türelme, vagy egy kis szeretete, vagy ideje, akkor biztos, hogy nagyon jól dolgozunk együtt, de egyébként nincsen. Tehát nincsen de erre idő. Ez sem teljesen így van, mert én például megszállottságban adódóan, hogyha úgy érzem, hogy az nem megy át egy bizonyos mércén, nyilván nem tudsz a tökére törekedni, mert akkor valóban egy-egy tekercsel el kéne tölteni 20 percet, 30 percet, amire már egyszer nem hagynak időt. De én például azt, hogy ez a vegyük, csináljuk, azt én például ebben is partner vagyok, ha olyan típusú a film, de nagyon sokszor azt mondom, hogy erre semmi értelme nincs, mert egyrészt saját energiáidat szerte szórod, mert egyszerűen úgysem sikerülhet úgy, hogy fülessel azonnal megcsinálni, mert bonyolultam, mert nehezebb, mert összetettem, mert jó esetben többet vált az adott színész, akit szinkronizálni kell, és akkor azt mondom, hogy gyerekek, fékezzünk be, és akkor legfeljebb egy fél órával később végzünk. Tehát, hogy én speciál még minden mai napig próbálom ezt valamennyire úgy csinálni, hogy ez egy jó, az túlzás lenne, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez egy alkotó munka, tehát neked partnernek kell lenned abban, ami ott van a vásznon, nem egy favágónak. Régebben megcsináltam, hogy azt mondtam, hogy ki akartak hívni mondjuk konkrétan a Samuel L. Jacksonra, mert egyszer szinkronizáltam őt a Die Hard 3-ban, és az egy elvileg egy ilyen kultikus szinkronnak számít, azóta sokan kibuktak, hogy újra készült a szinkronja, mert az már nem lett olyan jó, és ennek kapcsán hívtak a Samuel L. Jacksonra, és mondtam, hogy én nem akarok azzal foglalkozni, hogy egy nálamnál 20 évvel vagy 25 évvel idősebb színészhez próbáljak valamennyire hangban hasonlítani, nem az én karakterem egyáltalán. Tehát ne hívjatok ki a Samuel L. Jacksonra, miközben örülhetnék, hogy ezzel kísérleteznek. Egyébként még egyszer csináltam valami filmben, és ott is megállapítottam, hogy nincs hozzá közöm. Tehát nem az én karakterem. Csak ezt nem tehetem meg nap, mint nap, hogy azt mondom, hogy gyerekek, szevasztok, hazamentem, ez nem az enyém. Szingizzünk egy picit. Maga nős? Maga így vagyok. Aha, nem lett meg. Ennyi látszik. Inkább szavulik. A nős volna, a felesége szólna, hogy a rokkort után fogad kell mosni. És még valami, igenis, holkor. Maga is. Hát ez volt a jó esetben is azt mondja, hogy megint csak a rendezőt dolgozunk rajta. Volt a kis csúszkák. Igen. Gondolom láthatok. De az a baj, hogy még mindig szól a hatészén hang, vagy ez mindig is szólni fog? Nem veszünk föl, ez csak úgy kvázi, mint a felvétel. Most nem, ez megvolt, nem?
Akartam kérni, hogy csináljunk egy olyat, amikor mondjuk Artur, te hozzá egy nagyon néger csávót, de meg hozol egy ilyen kis szerencsétlenséget, hogy valamit, hogy annyira, nem, komoly, annyira imádom, amikor bejön egy ilyen csaj, és nem a Murányi kinde szólal meg rajta, imádom, hogy te ezeket csinálod. Tehát, hogy egy kicsit valami, lepjetek meg minket valami, de ne szóljál, addig ne szólaljatok meg, jó? Csak úgy magatokba készüljetek főre, és ha megvan, akkor szóljatok is előtt. Meg. Maga nős? Maga én vagyok. Nem lett meg. Ennyire látszik? Inkább szaglik. Ha nős volna, a felesége szólna, hogy Rockford után fogad kell mosni. És még valami igenis horkozni. Maga is. Nem. És amennyiben nincs több kérdés, akkor megköszönjük a jelenlétet, hogy itt voltatok, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. És sok-sok további. Köszönjük.